Szevasztok, sziasztok, üdv mindenkinek, Dino vagyok, ez pedig nem más, mint a Fear Night for Minecraft szervernek a telepítési útmutatója, meg hasonlója, valami ilyesmi lesz a címe is. Szóval, kértétek, hogy mutassam már be, hogyan kell ezt feltelepíteni és futtatni a szervert, én meg olyan jó fej vagyok, hogy meg is mutatom ezt. Na szóval, kezdjük itt az elején. Úgy, ez kell nektek. Először is, ugye, szükségetek van az eredeti Minecraftra, ez egyértelmű, ezt be tudjátok szerezni szinte bárhonnan. Uh, Steam, ahonnan akarjátok, beszerzitek. Nos, utána kell ez. Download on Overwolf. Rákattintotok, leszedi, telepítitek. Öh, ez most jelenleg nekünk nem kell, ez a módszigen, itt kerestem. Utána, ha ez megvan, akkor kaptok egy ilyen felületet, hogy. hogy. Curse forge. Ő lesz az. Ő kell nektek. Mindjárt be is tölt bízok benne, még a héten. Így van. Ez lesz nektek itt ezt a részt fogjátok megkapni. Itt a Minecraft. Nekem már, nektek még ugye nincs, hogyha nem telepítettétek először. Utána. Le kell nektek, néktek vala tölteni. A. Ez se kell már. A Fear Night for Minecraftot. Ez is lent lesz a leírásban. Minden ott van. Vagy ott lesz. Nem tudom. Download. Letöltitek. De install az egyszerűbb, ugye, mert a Curse Forge John keresztül fogja ő telepíteni saját magának. Tehát ti már ezt fogjátok látni, ide rákattintva, itt lesz Play Minecraft, Fear Fall meg ilyesmi. Utána. Na itt jön a katyvasz. Van egy Fear Fall Fall server pak, egy V12-es. Ez kell nektek, rámentek, hogy download, itt megvárjátok még a 3, 2, 1 másodpercet leszámolja, majd elkezdi letölteni. 551 mega. Lent van simán hamar. Miért töltöttem le még egyszer? Nem baj. Szóval, ezután csináltok egy mappát, ahol akarjátok a szervert futtatni. Nem működik az ibetünk, semmi gond. Így ne? Ezt fogjátok. Belehúzzátok. Kész. Innestől kezdve. Extra hír. Ő megcsinál most neki mindent, amire szüksége van. Nem kell csinálni semmit. Config. Nehogy bele badaljál haladjá! <coughs> Így van, föltelepítette ezeket is. Server, properties. És ez a fontos, <coughs> ez a start PS1, PS1, PS1. Ez nem a Playstation 1. Ez ez. Ehhez viszont kell nektek egy PowerShell. Ha erre rákattintotok, de bármi mindnek kattintson, és nyugi, nyugi itt a server propertiesben ben mutatom, itt át kell írni pár dolgot. <kül> Méghozzá a server IP címét, ide a ti saját IP címeteket kell beírni, amit megtalálhattok, ugye, hogyha beírjátok itt a <kül> nem Aron, hanem a kutatás, nem, CMD elnézést kívánok. Ide beérjétek egy IP config. És akkor itt ki fogja nektek írni. Az IPv4 adressnél az be kell írni. Ebből kiléphettek, ide pedig be. Kész, ennyi. Lejjebb görgetve, semmi nem fog kelleni. Nyugi, jó lesz. Utána ez Ctrl S, elmentitek, vagy File, Mentés, bármi jó. Na most. Start PS1-en, jobb klik. Kutatás a powershell Ő most elkezdi magának telepíteni a szükséges fájlokat esetleg, amik még nem voltak meg. Ezt mindjárt megvárjuk. Így van. Itt megint szintén el fog időzni egy kicsit, mert letölti a, a legtöbb többet. Azt hiszem, hogy 200 plusz modot tartalmaz ez a modpack, maga a Fear Nightfall. Ez egy kicsit időt vesz igénybe, attól függ kinek milyen az internete. Na, most feljött itt egy kérdés, kérdés, kérdés. If you agree to Mojang's EULA, then type I agree. Tehát be kell ide írnotok, hogy I, I, akinek fog a sokkal könnyebb, meg hogyha belekattint a szakkor is. I agree. Ez nagyon fontos. Enter. Itt ő megint bekalibrál magának mindent? Százalékban mérhetőek a problémák, illetve a várakozási idő ez nem probléma, egyáltalán nyugi. azt hiszem, talán meg is vagyunk. Tegyük le a tálcára. Na, azt itt jön a java. Nagyon sok mindent idehozott ez a jó gyerek. Ugye ezt a Eulát írtuk oda, hogy egyetértünk vele, tehát ő lett a trú, nem kell kézzel átírni később. Ö, más teendünk. Ez nem érdek adja. Szóval, ha ez megvan, be kell tudnotok jutni a. Ö, minek mondják a. A routerbe. Na, majd csak kinyögöm már. Ami így fog kinézni. Itten. Shut up! Itten van egy ilyen hozzáférés szabályozás, vagy internetbeállítások, security, ezen belül mindegy, az a lényeg, hogy a port továbbítása kell majd nektek. Itt be kell írni a szolgáltatás nevét, ez legyen MC2, nálam nektek bármi lehet, szolgáltatás. Várjátok, MC. Az talán egyedi, nem tudom, mindjárt kiderül. Protokoll TCP UDP. Külső host automata, külső port. 25565. Belső host, szintúgy. Belső, hova ugrász, Belső port, Ugyanúgy a belső hoztot mit csinálok? Ne kívessetek. Ide be kell írnotok az IP címeteket. Ígyni. És akkor most. Ezt hozzáadjuk protokoll konfliktus. Nem protokoll konfliktus, nyugodj meg. <coughs> Jó, akkor nekem valószínűleg nem fogja engedni, mert már van egy ugyanezen a protokollon, de szerkesztésben megmutatom, így néz ki. Ezt kell beírni, külső port fontos, belső port fontos, és a belső host. Ez így kell, ahogy legyen. Utána engedélyeze van, kész. Ebből ki lehet lépni. Na, még egy valami. Kell egy olyan. Na, most kell egy olyan, hogy port. Checker. Ő lesz. Őt is megtaláljátok. Ide be kell írnotok. Nem azt az IP címet, amit használtok, de ő automatikusan ki fogja nektek tölteni. Itt meg kell keresni a Minecraftnak legalul 255. 65 A Use Current IP az oké, okay, mert ő ugye ezt megcsinálja helyettünk. Lecsekkoljuk. Port is open. Tehát nyitva van a portunk. Most csak a start PS1-re jobb klikkel, és futtatjuk a powershell -re. Ez már a szerver futtatása. Ő itt betölt mindent, addig mi belemegyünk ide, elindítjuk a Fear Nightfall-t. Lódög van. Így van. Már ő itt kiválasztja a Fear Nightfall-t. Miért repkednek itt krumplik? Mi ez a krumpli repkedés? Mindegy, koncentrálj! És a play. Itt valószínűleg nektek is preparing lesz kiírva alul. Voilà, működik, és látjátok ez ugye nem a mi szerverünk, hanem ez egy teljesen másik szerver Itt van, zero, kanyi cuccunk nincs Így indulunk Szóval, ajjaj, hello Ajjaj, 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 így kezdünk Ö. Pedig én azt meg akartam nézni, hogy ott mi van Na, akarom nézni, hogy ott mi van. Akkor is megnézem. Szóval srácok, nem egy nagy ördöngőség, meg fogjátok találni, meg fogjátok tudni csinálni. Áú. De én már nem fogom ezt. Szomorú. Úgyhogy működik a szerver, nektek is menni fog, semmi extra az egész. Sécsúgy kapitány, hamar. Ott fekszem. Szia én! Köszönöm szépen a figyelmet! haza már innen! Nem ti, nem ti nyugi, nem ti! Ú, jaj, azt hittem ez valami szörnyű... Innen nem fogjuk folytatni, mert jövünk a következő részével valószínűleg a Fear Night from Minecraft-nak. Szevasztok! Ha tetszett, akkor csapjatok rá egy lájkot, jó? Valami, már én is kérek néha egy lájkot. Én nem szoktam lájkot kérni. mi van veled szegély vágó? Azt ráadásul még kancsi is vagy. <laughs> Béna. Áu! Hülye vagy. Friss izé vagyok. Itt. Áu, de nagy a Jaj, azt még elfelejtettem mondani, srácok, hogyha ki akartok lépni a szerverből, mert abba hajtátok és már lábrázásatok van tőle, be kell írnatok ide, hogy stop, enter, ő elmenti a szervert, és kiírja, hogy presszeni kell, to continue, space. Szevasz, tavasz. Szevasztok.